Egy nap megváltozott a világunk. Azzal kezdődött, hogy furcsa kártyák kezdtek hullani az égből. Először ártalmatlannak tűntek, ezért a netes cimboráimmal kitaláltunk egy király új játékot. Ekkor döbbentünk rá, hogy a lapok nem is voltak olyan ártalmatlanok. Egy másik világ hihetetlen ereje dolgozott bennük. Az én nevem Dan. És a barátaimmal, Runoval, Maruchoval, Julival, az ugrásra kész nagymenő Sunnal és Alice-szel mi vagyunk a Bakugan szörny bunyósok! Bakugan, egy játék, egy célért, két világban. Mit tehetnél mást? Esélyed oly kevés már. Rajta hátnyomás, kemény a harc, mi vár? A veszély egyre nő. Szörnybunyósok. Ilyen voltam, ilyen lettem. Minden barátomat más és más helyre küldték, hogy ott állják ki a nekik szánt próbát, amellyel elnyerhetjük a hat legendás katona bizalmát. Vajon nekem milyen próba jut majd? Mindjárt elhányom magam! Dan, Sean, Runo, Julie, hol vagytok? Szerintem a többiek nincsenek a közelben. Lefogadom, hogy csak nekünk jutott egy ilyen tréhely, ahol céltalanul kóborolva éljük le az életünket. Hallgass el! Képzelődöm, vagy te is hallod a hangot? Biztos, hogy gyomromkorok. Évek óta nem ettem. Volnál szíves kicsit balra húzódni? Úgy sajnálom. Minden rendben van, béka úr. Igen, illetve nem. Szomjan halok. Vizet. Azok, de hol találok vizet? A hegyen túl. Azon túl is van egy hegy, és amögött van egy kis forrás az erdőben. Ott találsz vizet. Csak tartson ki! Nem is tudom. Úgy hallottam, hogy nem a sarokra küldött minket. Ne figyeljen rá. Elmegyünk vízért. Fogd ezt. Ebbe hozhatsz vissza vizet. Kasz. Azonnal jövünk. Várj! Ugye nem mondod komolyan? Végre felértünk a második hely tetejére. Ez a harmadik volt, szerintem egyel túlmentünk. Nagyon morci leszek, ha összemegy a ruhám. Én is tök átáztam. Preyas! Nézd, itt a forrás! Zseni vagy! Parancsoljon, itt a víz! Ó, örömmel! Mindjárt jobb! Hé, én ismerlek! Maga az ősi Ákvosz katona! Frosh! Tiszta szíved van, és segítesz a rászorulókon. Akár alkalmas is lehetsz rá, hogy belőled váljék az egyik új katona. Ó, te ravasz vén kététű! Azt hiszem, már vágom, hogy ez volt a próbatételem, igaz? Nem, nem talált. Az igazi vizsgát csak most kezdődik. Igen! Víz? Na, megint el fogunk gázni. Na, kis barátaim, csak akkor reménykedhettek a társaitok viszontlátásában, ha legyőzitek az én harcosomat! Héjá! Ha itt vagy, akkor hogy lehetsz ott is? Kettő van belőled! Á, ne nevetesd ki magad, Preyas! Hogy lehetne még egy belőlem? Az az alak legfeljebb az én tükörképem. A sírója stimmel. Köszi, szerintem is jó. Na, lássunk hozzá. Remek, jó muri lesz. Portállap, kész! Ha nincs más választásom. Portállap, kész! Talán kezdjük az Aquos Gloriussal. Rendi,
Bakugan szörny! Aquos Glorious, fel! Tekintve, hogy Aquos katonája vagy, egyértelmű, hogy vízelemű bakuganokat használsz. Víz ellen vízzel! Bakugan szörny! Aquos Lamilás, fel! Küzdőtér kész. És most használd az Aquos lovagot. Igen, jó választás. Portálla, kész. Remélem bírod a strapát, mert csak most jön a java. Bakugan szörny! Aquos lovag, fel! A túloldalt 350-ké. De nem sokáig. Portállak, nyíj! Erőlopás! 100-ké átkerül az Aquos lovakból Aquos Lamilásba. Aquos Lamilás ereje most 450-ké. A pofám leszakad! Anyád nem mondta, hogy lopni csúnya dolog? Képességlap aktiválás! Aquos láncsája! Mintha élnél, Aquos lovak! Portállapcsere. Aquos láncsájával bármikor kicserélhetjük a portállapokat. Nem rossz húzás. De... így az erőlopás megszűnik. Te tolvaj! 100-G erő visszakerül Aquos Lamilásból Aquos lovakba. Tovább! Portállap, nyílj ki! És mivel ez Aquos lovak karakterlapja, ez már is megduplázódott. Ez gáz. Még sohasem láttam ilyen képességet. Ügyes fiú, az én kicsi Marucsom. Olyan engedelmes gyermek vagy, nem igaz? Merem remélni, uram. Mi a fene? A kis csákó úgy ugrál, ahogy a bénbék a fütyül. Rajta, Marucsó, ne is figyelj a badarságaikra. Elvégre te nem vagy olyan, mint ő. Ügyes fiú, engedelmes, mi? Elvárom, hogy most is te győzz. Igen. Ígérem, megfelelek az elvárásainak. Akkor ő... Jaj, köbb már ki! A frász kerülget! Az a Marucsó nem hason más. Pont annyira valóságos, amennyire én. Megártott a sok víz. Ha ő a valódi Marucsó, és te is a valódi vagy, akkor... A korábbi Marucsó, aki néhány éve létezett. És nekem nem is hiányzott. Marucsó kicsim! A közgazdásztanárod ma délután jön először. Kérlek, azonnal gyere haza, amint vége a tanításnak a suliban. Természetesen, anya. Tudom, hogy inkább játszanál, de a tanulás sokkal fontosabb. Mi lesz már? Neked nincs vesztegetni való időd, mint a többi gyereknek. Ugye megértesz engem, Marucsó? Persze, apa. Minden világos. Tudom, hogy igazságtalannak tűnik, de fontos. Elvégre te vagy a hatalmas Marukura család egyetlen örököse, fiam. Igen. Ígérem, hogy megfelelek az elvárásoknak. Elég legyen! Töröld le azt az engedelmes mosolyt a képedről! Oho! Alig, ha nem érzékeny pontra tapintottunk. Mondd, mi olyan szörnyű abban, hogy készségesen megfeleltél a szüleid elvárásainak? Hisz csak boldoggá akartad tenni őket. Hát persze, megértettem. Az a próbám, hogy fel tudom-e dolgozni a múltat, igaz? Ha igen, akkor örömmel megmutatom, hogy milyen sokat változtam. Hú, Cimbi! Portállap, kész! Lassan a tasszel! Én már egy teljesen új Marucsó vagyok. Bakugan szörny! Feljön a reggelim! Don't touch that remote, kiddies! Here we go with more Bakugan Battle Brawlers! Ta-da! Breas, fel! Marucsó, mi jutott eszedbe? Bizakul forog a nyomrom! Most akár én zabálok nyers citromot. Koncentrálj, Preyas! Változzál sötét eleművé! Ma? Mi van, ballából kelti fel ma reggel? Hová tűnt a móka szerető cimborám? Ezt a csatát nem veszíthetem el, úgyhogy nincsen nyafi. Jól van, várom. Jól van, te oszló! Elemi változás! Dákos!
Az elemi besorolás megváltoztatásával akarsz legyőzni, erről van szó? Így nem diadalmaskodsz az én Marucsón felett. Akárhányszor váltogatja az elemeit, Prejász mindig Prejász marad. Ő a legjobb barátom, szélesebb világon. Nem veszíted a régi önmagával szemben, aki gyenge és haszontalan. Rögves, meglátjuk, kinek lesz igaza. Portállap, nyíj! Visszaállás! Milyen énkű folyik itt? Ó, ez nem tetszik. Ajaj, visszaváltoztatott Aquos eleművé! Ez szívás! Nagy baj! Nyakig ülünk a trutyiban! Képességlap aktiválás! Kékmező! Helyet tűnök! 5-0G átkerül a lovakból Prejászba. Te vagy a talpalában! Mi a? Anyám, rosszabbul vagyok, mint voltam. Bocsi, Prejász, de mintha a régi Marucho előre tudná, hogy mi lesz a következő lépésen. Hogy ne, végre ti ketten egyek vagytok. Egyek voltatok régen, egyek vagytok most is. Nem, ez hazugság. Nem az a szolgakölyök vagyok, aki mindent megtett, amire a szülei kérték. De tényleg ennyire utálod a régi önmagadat? De még hogy. Ki nem állhatom. Mindegy, milyen szorgalmas voltam, az nekik nem volt elég. És amikor a szemükbe akartam ezt mondani, nem tudtam más, csak mosolyogni, előadni azt a jól nevelt kis mosolyt. De amikor rábukkantam a Bakugánra, minden megváltozott. Találkoztam a többiekkel, felett Prejász. Végre magamra is gondolhattam. Megtanultam bunyózni és nevetni. Megtanultam teljes életet élni. Érted, miért nem engedhetem meg, hogy veszítsek ellene? Balond kölyök. Más nem tanultál a barátaittól. Kezdeményezhetnénk hármas csatát. Portállap! Kész! Bakugán szörny! Aquos lovag, fel! Tegyünk meg mindent, hogy megfeleljünk a vizsgán, rendben? Jó, hogy ne, de... Bakugán szörny! Prejász, fel! Hey, mondtam, hogy rosszul vagyok! Tök jó a keserű! Betegen nem fogok bunyózni! Csak semmi pánik, mindenről gondoskodok! Lovag ereje 420G, Prejász ereje 340G. Gyorsan kéne egy kis társzer! Ne félj, küldöm a képesség aktiválást! Vízválasztó! Fajkás, még én jöttem! Az álmarucsó kitalálta, hogy mit fogsz kijátszani ellene! Na, bakker! Ez szívás! Prejász, ne! Ó, nem lehet bizakodó. Prejász! Jaj, nekem! Meg tudod csinálni? Nem, bocsáss meg, öcskös. Sajnos nem feleltem meg az elvárásaidnak. Az én hibám. Csak a magam bajával törődtem, és a tiédet meg sem hallgattam. Rá se ráncs, kis haver. Tudod, hogy nagyon szeretek az oldaladon harcolni. Prejász mindig Prejász marad. Jól esett, hogy kimondtad, de... Ha ez rám igaz, akkor Marucho is mindig Marucho marad. Nem úgy ugráltál, ahogy a szüleid fütyültek. Én inkább azt gondolom, hogy boldoggá akartad tenni őket, azért igyekeztél. Nagy lelkű fiú vagy, Marucho. Akkor is az voltál, és ez ma sincs másképp. Biztos sok lemondással járt, de azzal a mosollyal boldoggá tetted a szüleidet. Annak pedig őszintének kellett lennie. Meghoztál ennyi áldozatot csak azért, hogy felnőj azzá a jópofa kölyökké, aki most vagy, akit mind csipázunk. Kérlek, cimbora, ne próbáld meg előzni a múlt emlékeit. Tedd meg, értem. Jól van, tök zsír, mindig légy az a Marucho, akit mindnyájan szeretünk. Nem bírom tovább. Hát emiatt volt. Gyanítottam, hogy ezért érzem magam ilyen rosszul, de így már abszolút világos. Így már érthető, hogy nyers citromot tömködtem magamba. Akkor most jobban érzel magad, Prejász? Ez beugratos kérdés volt! Életemben nem voltam jobban, ez aztán csúcs! Egy-két! De meg könnyebbültem. Na, hagyjuk. Még hátra van a csata. Készen állsz, fivérem? Fivér? Hívtál, fivérem? Aquos Prejász! Angelo! Szolgálatodra! Mi? Ez elképesztő! Az mi?
Az én továbbfejlődésem osztódással történik. Mit mondasz? Mázsi, ezt úgy érted? Ez a te érdemed, mert a vizsga arról szólt, hogy elfogad a múltbéli énedet, Marucho. Azzal, hogy ez sikerült, nekem is megadatott az esély, hogy továbbfejlődhessek, kapiskálod? Azt hiszem, értem. Akkor te vagy a továbbfejlődött Preyász. Bocsánat, hol hagytam a modoromat? Nagyon örvendek. Becses nevem Aquos Preyász Angelo. Nagyon várom, hogy csatázzunk, fiatal úr. Igen, én is örülök. Jut eszembe, ha bár vízelemű vagyok, de rendelkezem a fényelemű bakugánok erejével is. Itt fűzném hozzá, hogy emiatt gyorsabban elfáradok, mint a többiek, tehát nekem több szünet jár. Minden második hétfő Szabi, és nem mosok ablakot. Jó, legyen. Biztos vagy benne, hogy ez jó ötlet, Preyász? Ne félj! Angelóra mindig lehet számítani. Kapd el, tesó! Igenis, Preyász uram! Billentsük hátsó lőt! Nagy ügy! Hé, nyálaskád! Közben aktiváltuk ám a hármas csatalapot! Hogy? Ez baj! Preyász ereje felmegy 400G-re. Fitt, mert gyúrni sose lest! Preyász istenien fest! Bocsánat, hogy megzavarlak, testvérem, de van más dolgunk! Oh, yeah! Preyász és Angelo együttes ereje 800G. Szép volt, fiúk! Lám-lám, végre komolyan veszed a párbajt. Ideje bevetnünk a csodafegyvert. Tudod a dolgodat, ne okozz csalódást. Na, sohasem. Bakugan szőr! Frost, fent! Mi ez a nagy béka? Semmi pánik. Ez a valódi alakja. Lefogadom, hogy a hármas csatát akartad kijátszani. Túl kiszámítható vagy. Nagyon okosnak hiszed magad, mi? Nem okozok csalódást. Preyász, fel! Ó, fúj! Most fogad, Brekus! Portállap, nyíj! Hármas csata! Ébresztő Angelo! Bakugan, szörny! Angelo, fel! Itt van Aquos Preyász Diablo! Személyesen! Hey! Ki zavarta meg a szendergésemet, ha? Hű! Ez meg kicsoda! Hol van Angelo? Itt! Tudod, Diablo Angelo másik énje. Ez kapcsoltáru, két bakugán egy áráért. Persze, tudhattam volna. Nos, csak egy ellenféllel kell elbánni. Hát, mutasd, mit tudsz, Diablo! Eldobom az agyamat! Azért rúgtál ki az ágyból, hogy egy békával bunyozzak? Micsoda időpocsékolás! Adok neki egy ilyet, meg egy olyat, és kap még már ilyet! Várjunk! A Diablo ereje szintúgy 400G! Preyász és Diablo együttes energiaszintje 800G. Frost energiaszintje 500G. Ez süti! Lefújjuk őket a pályáról! Ne igyál előre a medve bőrére! Képességlap aktiválás! Aquos ciklon! Érted, hogy mire mondtam? Frost ereje 200G-vel nő, Preyász és Diablo ereje 100G-vel csökken. Bocs, ha ünneprontó vagyok, de mindjárt elmosnak titeket a víztornádók. De ez nem lehet. Hé, ne csak állj ott, használd az együttállás képességlapot. Együttállás képesség? Én Nova besorolású erőkkel is rendelkezem, ahogy a tesóm is átalakulhat Darkos elleművé, úgy te is felhasználhatod a Nova és Darkos együttállást, de azt ajánlom, hogy hagyd abba a vacakolást, és csinálj valamit, mielőtt megurulok. Hogy ne, ne haragudj. Rajta! Darkos, elemi változtatás! Csa-csa-csa! Képességlap aktiválás! Nova Darkos együttállás! Diablo és Preyász energiaszintje felmegy 800G-re. A fene. Jó, kapjátok el, fiúk! Hagyd nekem is! Jaj! Ciao, ciao, Kretyó! Igen! Hú, nincs már több! Dolgunk. Na, mit gondolsz, Marucho? Jó kis foltjai lesznek holnapra. Örülök, hogy segíthettem neked. Ne? Hé, várj! Mi az? Ne haragudj rám azért, ahogy viselkedtem. Preyásznak hála lassan kezdem érteni a dolgokat. Mostantól kezdve azt a Maruchot is becsülni fogom, aki egykor voltam. Szóval köszi. Ha nincs harag, akkor lehetnénk barátok is. Mit szólsz? Ah.
Gratulálok, fiam, szívből gratulálok. Megnyerted a csatát és kiálltad a próbát. Köszönöm, Frosh. Most visszaküldelek a barátaidhoz, Aquos új katonája. Viszlát! We are sent to a city where the sun doesn't set, the laundry is hung out to dry, the streetcars are running, and the Haradome Tower is under construction. But there are no people living here. It is an empty, deserted city. A girl appears and challenges Shun to a Bakugan brawl. The sun that never sets. Is it merely an illusion or something else? Coming up on the Bakugan Battle Brawlers, the sunset is crying. Wake up, Shun. You do not belong in this world.